Köszöntöm Önöket, megnyílt a Királyok és Szentek az Árpádok kora rendkívüli leletanyagot felvonultató tárlat. A kiállításnak a Szent István Király Múzeum rendház épülete ad otthont, amely az Árpádház programban újulhatott meg. A köztérben a kiállítás és múzeum nyitóra kalauzoljuk el Önöket, tartsanak velünk! Megnyitott a kapuit Székesfehérváron a több mint 10 ország, közel 700 felbecsülhetetlen értékű árpádkori kincsét egy helyen bemutató tárlat. A kiállításnak a Szent István Király Múzeum megújult rendház épülete ad otthont. Itt láthatóak azok a királykoronázáshoz kapcsolódó kellékek, amelyek már Szent Istvántól tulajdonképpen a királyok koronázása, a kereszténység felvételétől egészen az Árpádház kihalásáig, sőt még azon is túl a 20. századig használata voltak. A tárlaton számos unikális tárgy látható. Csehországból, Prágából érkezett Szent István kardja. Makoldi Miklós, a kiállítás kurátora elmondta, Szent István korából való, csontmarkolatos, de még szemmel láthatóan honfoglaláskori díszítő elemeket felvonultató tárgy. Formájában már 11. századi vagy 10. század második felét követő egyenes kard, amely minden bizonnyal Szent István kardja lehetett. Szintén itt látható az a korabeli sisak, ami az egyetlen magyarországi ilyen megmaradt sisak a korszakból. Ez azért unikális, mert ez egy egyedülálló lelet a Kárpát-medencében. De minden teremben különlegességek fogadják az ideérkezőket. Ilyen ez a női hajfonatkorong is, amely jól jelzi, hogy milyen díszes és elegáns viseletben jártak a honfoglaláskori magyarok. Ezek gyönyörű honfoglaláskori aranyozott ezüst hajfonatkorongok, melyek Heves megyéből, a Dobó István Már Múzeumból érkeztek a kiállításunkra. Ez egy jó példája annak, hogy a honfoglaló magyarság milyen gyönyörű öltözékben és milyen elegáns és technikailag is hihetetlen szép kivitelű viseletben járt. Ez a hajfonatkorong ugye az, ami fémből megmaradt, valószínűleg ezek pártáról csünkhettek alá, és a nőnek a mellkasán két szalagdíszen csünkhettek, és úgy kerülnek elő a sírból is. Technikájukat tekintve ez a domborított, vésett, poncolt és hátterük aranyozott hajfonatkorongok keleti párhuzamokkal rendelkeznek. A Kaukázus és a Dél-Urál vidékére nyúlnak vissza előzményeik, pont oda, ahol ugye a magyar őshazát is feltételezzük. A tárlatnak a Szent István Király Múzeum megújult épülete ad otthont, ahol az Árpádház programnak köszönhetően immár 1800 négyzetméteren, 17 teremben a legmodernebb múzeumi körülmények között rendezhető meg a soha nem látott léptékű kiállítás. Több mint 40 magyar és 20 külföldi partnerintézmény kölcsönöz tárgyakat az időszaki tárlathoz. Székesfehérvár több mint 1000 éves történelme az első néhány száz esztendőben az Árpádok és az Árpádház története is. Hiszen városunkat Géza fejedelem, első árpádházi királyunk Szent István édesapja alapította a legenda szerint 972-ben. Székesfehérvár Magyarország koronázó városa, a nemzet történelmi fővárosa, és az itt élő polgárok évszázadokon át részei voltak a legendás árpádházi dinasztia történetének. Székesfehérvár a magyar államiság és alkotmányosság legfontosabb központja. A város 1000 éves történelme és történelmi jelentősége azonban felelősséggel is együtt jár. Felelősséggel a múltunk és felelősséggel a jövőnk iránt. Ennek csak úgy tudunk eleget tenni, hogyha ápoljuk őseink hagyományait, és megőrizzük a hozzájuk kapcsolódó tárgyi és szellemi emlékeket. Hatalmas munkát vállaltunk, hiszen 2016 óta számtalan órát, napot, hetet és hónapot töltöttünk azzal, hogy a mi múzeumunk a kormány támogatásával a lehető legteljesebb mértékben megújulhasson, méltó otthonul szolgálva ezzel ennek a jelentős és talán nem szerénytelenség azt mondani korszakos kiállításnak. Szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, mindenkinek, aki részes volt ennek a munkának, hiszen telefonbeszélgetések, tárgyalások, szervezés, tervezés, építés, kivitelezés és a kiállítás létrehozása együtt hozta létre ezt a csodás múzeumot és benne a tárlatot, amelyet azt gondolom, hogy minden fehérvári büszkén mondhat magáénak.
Nekem személyesen megtiszteltetés, öröm és egyben szellemi izgalom is volt, hogy a kormány döntése után miniszteri biztosként, majd kormánybiztosként és természetesen Székesfehérvár országgyűlési képviselőiként is része-részese és alakítója lehettem ennek a munkának, melynek eredménye ez a megújult, ikonikus fehérvári épület a belvárosban a főutcán, és benne a Királyok és Szentek, az Árpádok művét, a magyar és benne Székesfehérvár középkori múltját és kincseit bemutató kiállítás. Szeretném megköszönni miniszterelnök úr bizalmát, hogy részt vehettem ebben a munkában, és szeretném megköszönni mindenkinek, akik társak, gondolkodó és cselekvő társak voltak az elmúlt fél évtized munkájában. Köszönöm szépen a tervezőknek és az építőknek a munkát, amellyel ezt a csodálatos házat létrehozták. Köszönöm szépen főigazgató és igazgatóroknak, a kiállítás megálmodóinak és építőinek, hogy ebben a gyönyörű házban ezt a nagyszerű kiállítást létrehozták. A felbecsülhetetlen értékű leletanyagot bemutató kiállítás az Árpádház program keretében a Szent István Király Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyarság Kutató Intézet közös szervezésében valósult meg. Az én megközelítésemben ez a kiállítás, amit ma megnyitunk, három dolognak a dicséretéről szól. Egyrészt Szent István művének és az Árpádházi dinasztia művének a dicséretéről, az államalapítás nagyszerűségéről, másrészt a keresztény művészet, a keresztény kultúra dicséretéről, harmadrészt pedig a régészet, a régészek munkájának az elismeréséről. Mire is gondolok? Ha Györfi György nagyívű művének az üzenetére, István király és műve című könyvének a legfőbb üzenetére gondolok, hogy mi is volt az Árpád kornak a legfőbb eredménye, az valójában nem más, mint hogy mi most itt lehetünk. Hogy államalkotó nemzetként Európában létezhetünk, miközben az elmúlt bő ezer év nemzetek temetőjévé tette Európa bizonyos részeit. Vagy oly nemzetek élnek körülöttünk, nem egy esetben elnyomásban, amelyek képtelenek voltak kivívni önálló államiságukat. Ez a legfőbb üzenete talán ennek a kiállításnak. Ez a legfőbb tétje az előttünk álló időszaknak. Nemzetünk és országunk meg tudja őrizni szuverenitását, gazdasági, politikai önállóságát, ahogyan tegnap a kommentár lapszám bemutatóján a Nemzeti Múzeumban végig gondoltuk, tulajdonképpen képes lesz ez az ország olyan módon önmaga körül forogni, ahogyan a Széchenyi terveinek megfogalmazásakor papírra vetette. A második dolog a keresztény kultúrának a dicsérete. Hiszen Szent István és az őt követő nagy királyok nem csak egy stabil államot hoztak létre, nem csak egy olyan politikai keretrendszert és közigazgatási keretrendszert alkottak meg, amelynek eredményeképpen mind a mai napig itt lehetünk, hanem egy nagyon súlyos döntést hoztak meg. A keret és a nyugat határán élve megtartják ki az ősi hitet, vagy azt feláldozva, a nyugati kereszténységhez csatlakozva, egy olyan szellemi, kulturális és lelki közösségnek teszik részévé nemzetünket, amely azt a kockázatot rejtette magába, hogy fölolvad az ország lakossága valami ismeretlennek a mély tengerében. Az elmúlt bő ezer év a döntés helyességét igazolta. Túl a lelki tartalmakon, túl a krisztusi tanítás követésén, az a politikai struktúra, amelyet akkor kialakítottak, az az együttműködés az egyházzal, az a nagyon fontos döntés, hogy a pápától fogadták el a koronát, ez mind-mind ahhoz a stabilitáshoz vezetett, amely egy gazdag államot hozott létre Európa közepén. És a harmadik dolog pedig a régészet dicséret. Hogyha ezt a kiállítást végig fogják járni, akkor láthatják, hogy a kiállított tárgyaknak az elsőprő többsége a földből került elő. Nem olyan tárgyakról van szó, mint más szerencsés nemzetek esetében, akiket nem dúlt végig tatár, nem
rabolt, fosztott végig török, nem szabadított föl sajátos módon szovjet. A mi esetünkben sok-sok dolog eltűnt, és a történet emlékezet részévé úgy vált újra, hogy a kiváló magyar régészek a földből azt előhozták számunkra. Ez a kiállítás azt is üzeni, hogy a régészeket meg kell becsülnünk, meg kell tisztelnünk. Hogy mindent meg kell tennünk a jogszabályi keretrendszer alkotásakor is, hogy az ő munkájuk segítve legyen, méltóképpen legyen segítve. A Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Régészeti Intézet létrehozásával pont erre tesz kísérletet. És egy utolsó gondolat, hogy miközben az Árpád-kor 4 évszázadát dicsőít ez a kiállítás, nem árt azzal szembenéznünk, hogy ezért ez egy ellentmondásos időszak volt. Ha már aranyból a 800. évfordulója. Csak azt elég végig gondolni, hogy hogyan, milyen viszontagságok, családi visszályok és belső harcok árán került a trónra végül II. András. Vagy milyen hiú ábrándokat kergetett, amikor elindult Jeruzsálembe és magát Jeruzsálem királyává kiáltotta ki, minden valóságos politikai háttér vagy valóságos katonai siker nélkül. De mégis példát kell vennünk II. Andrástól, mert képes volt a nemesség nyomásának a hatására azt a bölcs döntést meghozni, hogy amikor kell, akkor fordít. Amikor kell, belátja, hogy az erőnek nem ellenállunk, hanem inkább az élére állunk. És magunk hozunk egy olyan bölcs törvényt, amely gyakorlatilag mind a mai napig kifejti a hatását, és amely a magyar jogtörténetben meghatározó jelentőségű. Tehát az a legfőbb üzenet ennek, hogy a bölcs politikai vezetők azok mindig fölismerik az időknek a szavát. Végezetül hadd mondjak köszönetet a konzorciumi partnereinknek, a Magyarság Kutatóintézetnek és a Szent István Király Múzeumnak. Szeretnék köszönetet mondani Kásler miniszter úrnak és a magyar kormánynak, hiszen az ő támogatásuk nélkül nem jött volna létre ez a kiállítás, de legkiváltképpen a Nemzeti Múzeum munkatársainak, hiszen az én tisztem, hogy nekik mondjak köszönetet, akik nélkül ez a kiállítás nem jött volna létre. Ennek a kiállításnak a nagyszerű forgatókönyvét 3 kiváló régész történész készített el, Ritók Ágnes, Simony Erika és Kisetele. Az ő szakmai alázatuk rendkívül fontos volt ahhoz, hogy ez a kiállítás létrejöjjön, és köszönöm még Papp Gézának, a kiállítás projektmenedzserének is, hogy ezt a megfeszítő utolsó 3 hónapot végig küzdötte konzorciumi partnereinkkel együtt. A középkor uralkodói dinasztiái között kivételes helyet foglal el az Árpád-ház. Ez a család adta a legtöbb szentet a keresztény virágnak. Ez volt az a korszak, amelynek évszázadai egyértelműen a nemzet történelmi fővárosához, Székesfehérvárhoz köthetőek. Fehérvár a királyság fő székvárosaként funkcionált. A 11. századi külföldi források is úgy tekintettek a településre, mint amelyhez a legfontosabb állami események, a királykoronázás, temetések, országgyűlések kapcsolódtak. A kiállítás megszervezésével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az itt álló vezetők, intézmények, együttműködések bizonyítják azt, hogy egy több mint 100 éve dédelgetett álmot meg lehet valósítani. Ahogy előtte mondta főigazgató úr is, kellő alázattal, együttműködéssel, és ahogy mondta országgyűlési képviselő úr is, meg annyi levelezéssel, telefonnal, egyeztetéssel. Ez a mai kiállítás, amit megnyitunk, valóban egy történelmi kiállítás, nem csak a kornak a maga természetességéből fakadóan, hanem azért is egy történelmi kiállítás, mert ma egy olyan kiállítást nyílik itt meg Székesfehérvár szívében, ami tényleg a magyarságról szól, a magyar teljesítményeket, magyar értékeket, magyar olyan tükröket, személyeket, példaképeket láthatunk, amik a mai napig mindenkinek jó vezetőül szolgálhatnak. Én azt kívánom, hogy minél többen nézzék meg, és azt kérem így a sajtó képviselőin keresztül is, hogy minél több diák, család, magyar ember jöjjön el ide Székesfehérvárra, ebbe a múzeumban, mert ilyet még nem láttak. Ezt mindenki magáénak érezheti, ezt a kiállítást. Ha én már ugye láttam belőle. Ha végig haladnak rajta, akkor mindenki tényleg büszkén hagyhatja el majd a múzeumot,
tele gondolatokkal, tele jó példákkal, tele olyan szellemi, szakrális inspirációval, amire ezer éve szüksége van ennek az országnak, és ami történelmünkben nem mindig adatott meg. Én azt kívánom, hogy ez a múzeum egy olyan új irányt adjon minden megtekintő személynek, aki a tárlaton végighalad, ami valóban az Árpádokat jellemezte. Szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Szent István Király Múzeum megújult főépületében. Én úgy gondolom, hogy nem is lehetne méltóbb kiállítással nyitni ezt a átadót, mert az Árpádok öröksége úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára, minden magyar ember számára a legfőbb gondolatokat, illetve érzéseket valósítják meg bennünk. Ezt a 18. századi épületet látható, hogy ez a tervező munkáját dicséri, hogy milyen fantasztikus új köntösbe ültette, gyakorlatilag egy 21. század és a kor vívmányainak megfelelő légtechnikát, biztonsági rendszert kapott, majd belül is, ahogy végigmenjünk a termeken, látni lehet. Innentől kezdve gyakorlatilag bármilyen kiállítást meg tudunk itt valósítani, ami fizikai valójába befér a termekben. Hogy már elhangzott, 17 terem újult meg kiállítótérként, kettő szinten, körülbelül 1800 négyzetméteren, tehát így akár négy időszaki kiállításnak is otthont adhatunk, négy fantasztikus kiállításnak, és innentől kezdve gyakorlatilag a csillagos ég a határ, mondhatom, illetve majd nyilván a fenntartóval egyeztetjük a részleteket, az ötleteket. Az előttem elhangzókhoz én is annyiban szeretnék csatlakozni, hogy rengeteg ember munkája, nagyon sok ember közös munkája. Neveket nem is emelnék ki, mert tényleg több száz ember dolgozott rajta. A minisztériumnak és Magyarország kormányának természetesen kiemelt köszönettel tartozunk a támogatásért, nélkülük ez nem jöhetett volna létre. Székesfehérvár megyei Jugó önkormányzatának szintúgy, képviselő úrnak, természetesen sok telefonért és közbenjárásért, én is többször voltam nála, tudom mennyi munkája van ebbe, és természetesen két főigazgató urat is kiemelném, és hát az ő kollégáikat, akik gyakorlatilag 0-24 órában dolgoztak, megerősíthetem. Mindenki nagyszerűen összedolgozott, a végén nagyszerűen összeállt, és majd láthatjuk, hogy milyen remek tárgyakat vonultat fel ez a kiállítás. Ahogy elhangzott, több mint 20 külföldi intézmény, több mint 40 magyar intézmény kölcsönzött tárgyakat, közel 700 olyan tárgy látható, melyek közül akár egy-egy önmagában is, egy önálló kiállításra is méltó lenne, de így együtt ezek még úgy gondolom, hogy soha nem voltak láthatók. Így azt gondolom, hogy ennél méltóbb megnyitó és méltóbb épület átadó nem is lehetett, nem is jöhetett volna létre. Érdemes egy kicsit visszalépni az időbe, nem feltétlenül rögtön 1000 évet, annál jóval kevesebbet, 2013-ig, amikor a Szent István emlékév keretében augusztusban, itt Székesfehérváron, Városházánk dísztermében kihelyezett ülést tartott a kormány, és ott elindította, majd néhány hónap múlva határozatba foglalta az úgynevezett Árpádház programot. Ennek a programnak a keretében számos dolog valósult meg az országban, vagy valósul meg ezekben a pillanatokban, vagy a következő években. Építészeti szempontból ugyanúgy, mint tudományos szempontból és tudományos vonatkozásban. Így vagyunk ebben a városban is, hiszen az Aranybulla emlékévre is természetesen gondolva, az Aranybulla emlékmű környezete újul meg teljes egészében, a nemzeti emlékhelyre gondolva,
a koronázó templomunk, a Romkert vonatkozásában egy látogatóközpont, illetve egy kőtár épül már, és ez is folyamatban van, és itt vagyunk a mai örömünnepen, egy múzeumátadón és egy kiállítás megnyitón. Köszönet mindenkinek, aki ezért tett, és aki ebben dolgozott. Székesfehérvárnak kettős ünnep ez a mai. Ünnepeljük azt, hogy kiemelkedően fontos intézményünk, ami nem csak a város, hanem a régió szempontjából is meghatározó kulturális szakmai közösség és környezet, megújulhatott és bővülhetett. 5,1 milliárd forintos fejlesztés valósult meg, aminek keretében a rendház épülete teljes egészében kívülbelül megújult, és eztán pedig elkészült egy olyan fogadó tér, ami valljuk be, fehérváriként tudtuk, hogy mindig hiányzott innen. Hiányzott egy tér, ahova közösségek bejöhetnek, és ahonnan megközelíthetik a kiállítást, és aztán pedig megtalálkoznak mindennel, amit egy múzeum épület közösségi élményként és az egyén boldogulására és értékek közvetítésére meg tud nekünk adni. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ezért tett. Köszönöm a városházi kollégáimnak, akik ronda szóval a projektet elindították és levezényelték. Köszönöm azoknak, akik terveztek. Köszönöm szépen, akik engedélyeztetnek, hatóságként eljártak, és aztán kiviteleztek. Nagy büszkeséggel és örömmel tölt el bennünket, hogy a tervezéstől a kivitelezésig fehérvári közösségek, cégek, emberek dolgoztak ezen a beruházáson. Joggal lehetünk erre büszkék, és mondhatjuk, hogy ez a mai nap ebből a szempontból is ünnep. A rendház már összeelkészült, az új épület az kicsit tovább tartott, de azt hiszem, hogy gyönyörű lett, büszkék lehetünk rá. Második, ami miatt örülhetünk, az pedig, hogy nem akármilyen kiállítással nyithatjuk ezt meg. Köszönöm szépen a Nemzeti Múzeumnak, a Magyarságkutató Intézetnek és a Szent István Király Múzeumnak, hogy együttműködésben, megszólítva hazai és nemzetközi gyűjteményeket, kiállító tereket és helyeket, egy ilyen csodát hoztak ide ma és létre. Több mint 10 országból mindegy 700 alkotást, műtárgyat, okiratot lehet majd itt látni. Gyönyörű dolgokat, amik valószínűleg soha nem voltak így egybe, és lehet, hogy soha többet nem is lehetnek így együtt megtekinthetők. De most itt vannak, és mi fehérváriként úgy érezzük, hogy itthon vannak Székesfehérváron. Mert azt hiszem, hogy az vitathatatlan kérdés, hogy valahol akkor ezt a gyűjteményt, ezt a kiállítást Szent István városában, a koronázó városban, az egyik történelmi fővárosában a legméltóbb megrendezni. Köszönöm mindenkinek, aki ebben szakmailag részt vett, és ezzel a kiállítással bennünket megajándékozott. Engedjék meg, hogy külön megköszönjem Varga Tamásnak azt, hogy küzdöttünk, mert volt miért küzdeni, és előre néztünk, és itt lehetünk most ennek az épületnek az átadásán. Ez nélküle és a kormányzat támogatása nélkül nem sikerülhetett volna. De azért is említem ezt, mert hogy azon ritka beruházások egyike, ahol a tartalékkeret jelentős része megmaradt. És államtitkár asszonnyal már tárgyalunk arról, hogy ezt is a kultúrában és itt Fehérváron használhassuk föl. Részben az Aranybúla emlékév keretében, részben pedig a Budenzház részbeni és a könyvtár részbeni megújítása vonatkozásában. És ez is fantasztikus dolog lenne, hiszen akkor nem egy, hanem több fantasztikus fehérvári műemlék épület tud részben vagy teljes egészében megújulni és bővülni. Köszönöm mindenkinek, aki ebben segít, képviselőuraknak pedig, ahogy mindenben ebben is támogatják városunk fejlesztéseit, kormány támogatását pedig magunk mögött tudhatjuk, és ezért van okunk előre nézni, és csak előre nézni van okunk. Amiben szeretnék még kérést megfogalmazni önökhöz, hogy vigyék hírül ezt a kiállítást, és hogy elsősorban a fiatalokat tudjuk rávenni arra, a diákokat, az őket tanító, oktató, nevelő tanárokat, történelemtanárokat, osztályfőnököket, szülőket, hogy hozzák el a fiatalokat. Mert aki majd ezt a kiállítást végigjárja, azonban azt hiszem, hogy ott lesz a meghatottság, a pozitív érzelmek, az értékek, a büszkeségtudat, minden olyan, amitől egy közösség az igazán közösségé tud válni. Azt hiszem, hogy ez a kiállítás így sikerült. A Szent István Király Múzeum megújult rendházépületében a Királyok és Szentek az Árpádok kora kiállítás március 18-án délután nyílt meg a látogatók számára. A mai nap egy olyan fontos és jelentős nap Fehérvár életében, hogy azt gondolom helyes és illő, hogy most ebben a pillanatban, ezen a napon visszatekintsünk az elmúlt 12 esztendőre. Csináljunk egy számvetést, nézzük meg, honnét indultunk, mit tettünk, hol tartunk most, és hogyan megyünk tovább előre. 12 évvel ezelőtt két célt tűztünk ki magunk elé.
Elsőként azt, hogy kemény munkával évről évre, ciklusról ciklusra megyünk előre és fejlesztjük Fehérvárt. Hogy Fehérvár az lehessen, az legyen, ami ma. Magyarország egyik legjelentősebb ipari, gazdasági, technológiai fellegvára, a kutatás, a fejlesztés és az innováció magyarországi központja. Kellő szerénységgel, de büszkén mondhatjuk, hogy ezt a munkát elvégeztük, miközben természetesen tudjuk, hogy sok munka vár még ránk a következő esztendőkben is, és megyünk tovább előre. Másik kitűzött célunk az volt, hogy Fehérvárt, az ősi koronázó várost, ezt a több mint 1000 éves várost, a nemzet történelmi fővárosát visszahelyezzük arra a helyre a fehérvári emberek és a magyar emberek szívében és lelkében, ami a nemzet történelmi fővárosát megilleti. Sokat tettünk eddig, és most ennek a munkának egy fontos állomásán vagyunk. Egy jelentős ünnepi pillanat ez a mi életünkben. Két dolog miatt is fontos és jelentős. Egyrészt megmentettünk, újjáépítettünk és újjávarázsoltunk egy ikonikus fehérvári épületet, a jezsuiták építette volt ciszterci rendházat, a Szent István Király Múzeum főépületét, amelyben harmonikusan és organikusan találkozik és él együtt a megóvott régi és az innovatív új. Másrészt megnyílik ma egy kiállítás ebben az újjá álmodott épületben. Nekem személyesen megtiszteltetés és egyben öröm és természetesen szellemi izgalom is volt, hogy a kormány döntése után miniszteri biztosként, majd kormánybiztosként, és mindeközben természetesen Székesfehérvár országgyűlési képviselőként része, részese és alakítója lehettem ennek a munkának, melynek eredménye ez a megújult épület, és benne a királyok és szentek, az Árpádok művét, a magyar és benne Székesfehérvár középkori múltját és kincseit bemutató kiállítás, amelyben egy időutazásra hívjuk a látogatót, a honfoglalástól az államalapításon, az alkotmányos magyar államot megteremtő aranybulla kihirdetésének eseményein át, harmadik András az utolsó Árpádházi király uralkodásáig. A mai nap tehát egy újabb fontos lépés előre, megnyitjuk és átadjuk önöknek múzeumunkat, amelyben újra átélhetjük a középkori Magyarország történelmét, és miközben végigjárjuk és végignézzük a kiállítást, megértjük és tudhatjuk, milyen kiemelkedő szerepe volt ebben a 400 évben városunknak, Fehérvárnak. A ház és benne a kiállítás összefoglalja és bemutatja mindazt, amire mi, fehérváriak, büszkék vagyunk. A város egyik legfontosabb belvárosi műemléki épületét tudtuk teljes egészében kívül és belül felújítani, és belül pedig egy új épület szárnyat is építeni. Ahogy bemennek ezen a kapun, akkor egy vadonatúj épület együttes egyik elemébe találják magukat, ami belülről gyönyörűen össze lett illesztve a régi épülettel. És talán szimbolikus ez, hogy igenis lehet úgy modern várost építeni, hogy közben hiszünk, értékeljük, büszkék vagyunk történelmünkre, és pontosan tudjuk, hogy ezzel a múlttal lehet előre nézni, és így lehet közösséget építeni. A másik, ami örömre ad okot és ünnepre, hogy egy olyan kiállítást nyithatunk itt meg, nyithattunk meg szakmai értelemben pár órája, és nyithatunk meg most a nagy közönségnek, amelynek azt hiszem, hogy Székesfehérvár adhatta a legméltóbb helyszínt és otthont. És ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert fölmerültek olyan gondolatok, hogy hát ez a kiállítás miért nem egy másik, nálunk egy kicsit nagyobb városban van. De én szerintem, aki ismeri ennek a városnak a történelmét és a magyar nemzet történetét, ennek a városnak az Árpádházzal történő kapcsolatát,
az pontosan érti, hogy miért az a döntés született, és miért helyes az a döntés, hogy ez a kiállítás itt kerül megrendezésre Székesfehérváron. Egy együttműködés keretében a Nemzeti Múzeum, a Magyarságkutató Intézet és a Mi Szent István Király Múzeumunk intézményei között. Fontos azonban látni, tudni, hogy rengetegen nyújtottak ehhez segítséget. Elsőként 2013. augusztusára érdemes visszaemlékezni, amikor a Szent István emlékév keretében, ami egy igazi közösségi ünneppé varázsolta azt az évet a városba, a kihelyezett kormányülésen elindult az Árpádház program. És ennek az elindult Árpádház programnak az egyik eleme a megújult múzeumunk és bővített múzeumunk, és az a kiállítás is, amit itt most megnyithatunk, és amit a nagy közönség számára úgymond átadhatunk. Fantasztikus élmény lesz, higgyék el. Néhány nappal ezelőtt Tamással adtunk egy interjút, ilyen elő szokott fordulni, de olyan azért ritkán szokott előfordulni, hogy 1000 éves, még egyszer mondom, 1000 éves tárgy mellett tegyük ezt. Ráadásul egy olyan tárgy mellett, ami kötődött ehhez a városhoz, kötődött Szent Istvánhoz, kötődött ahhoz a korszakhoz, aminek ez a város sok mindent köszönhet. És aminek nem csak köszönhetünk, hanem pont ebből fakadóan arra felelősséggel kell gondolnunk, és ezt a múltat ápolnunk kell. Ápolnunk kell például azzal, hogy megadjuk a módját és a tisztességét egy belvárosi műemléknek, és megálmodunk benne olyan kiállítást partnereinkkel, a szakmával együtt, amire azt hiszem, hogy méltán lehetünk büszkék. 10 ország, több mint 700 alkotás, tárgy, okirat, szebbnél-szebb csodák azok, amik várnak bennünket ebben az épületben. Legalább 3 hónapig, de nem titok, hogy dolgozunk azon, hogy kicsit hosszabb ideig is maradjon ez a kiállítás. És ez így, ez a gyűjtemény együtt még biztos nem volt látható, nem is tudjuk igazán a jövőben látva, hogy lesz-e még a jövőben olyan, hogy ezek a tárgyak együtt lesznek egy helyen. Erre nekünk lehetőséget adott most azok mindenki, és közösség, aki ebben nekünk segítséget nyújtott. Nekünk egy dolgunk van, hogy ezt jó értelemben élvezzük. Engedjük és fogadjuk be ezeket az értékeket, adjuk át minél többeknek, hogy jöjjenek el és nézzék meg ezt a csodát. És itt vannak velünk diákok, ezt külön szeretném a tanítónéknek megköszönni, a tanároknak megköszönni, mert talán a legfontosabb az lenne, hogy őket hozzuk el a következő hetekbe és hónapokba, hogy megnézzék ezt a kiállítást. Őket hozzuk el, mert ezen tárgyak között, ezen hangulatban nem lesz nehéz nekik mesélni arról, hogy milyen városnak a polgárai, hogy milyen vagyunk és lehetünk büszkék, és hogy mit jelentenek augusztus időszakokban azok az óriás bábok, és miért Fehérváron vannak az óriás bábok, amelyeket itt láthatunk magunk mellett. Élvezzék ezt a kiállítást, éljék meg csodaként, mert szerintem csoda, hogy ez megvalósulhatott, csoda, hogy ez a nemzetközi együttműködés megvalósulhatott. Köszönet mindenkinek, aki ezért tett, aki ezért dolgozott, aki ennek a múzeumnak a felújításával részt vett, nem elfelejtve, hogy ebben az óriási munkában munkások százai dolgoztak téli hidegben, nyári melegben és forróságban azért, hogy a mai napra az új épületrész is elkészüljön. A tárlat a Szent István Király Múzeum megújult rendház épületében június 15-ig látogatható. Kedves nézőink, az elmúlt percekben a Királyok és Szentek az Árpádok kora című kiállításra és a Szent István Király Múzeum rendházépületének újranyitására kalauzoltuk el önöket. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!